járás. A mentőknek is volt dolguk, a tűzoltókat legalább 60-szor riasztották. Balassa gyarmaton annyi eső esett, hogy nem bírták el a csatornák, több utca is víz alá került. Mutatjuk nézőink felvételeit is. A vihar szerda délutánra ketté szakította az országot, míg északnyugaton 15-16 fokot mértek, délen és keleten kánikulai meleg 30 fok feletti hőmérséklet volt, aztán a nyugati határra megérkezett a jég. A jégeső gyorsan jött, cseresznye nagyságú jégdarabok hullottak alá, szó szerint, mintha dézsából öntötték volna a jeget. Ez a sötét, nyomasztó felhőforma mintegy negyed óra alatt alakult ki, és miután eltűnt, akkor jött a jégeső és a felhőszakadás. Míg máshol nagyobb darabokban esett a jég, Szombathely belvárosában csak borsónyi darabok érkeztek. Helyenként kialakul jégeső is kisebb körzetekben, és a legintenzívebb heves zivatarokból akár pár centimétert meghaladó jégátmérőjű jégeső is húhat. Nem messze Szombathelytől kapta Lencse végre ezeket a gyorsan változó felhőket Barki László. Szerda délután 28 fokra szökött fel a hőmérséklet. Ebben a füllett melegben érkezett meg a vihar. Ez pedig már a Velencei tó. Ilyen volt a lenyűgöző felhőmozgás kora este a Velencei tó felett. A meteorológus azt mondja, ilyenkor nem egy vihar vonul át az országon, hanem különböző helyeken alakulnak ki zivatarok. Egy front hullámzik felettünk, és ez így napokon át a térségben marad. Emiatt egyébként meglehetősen labilis sok helyen a légkör az országban, és így lehet még a következőkben is számítani záporok, zivatarok, akár intenzívebb vagy heves zivatarok kialakulására is. Tegnap még ezek előfordultak a dunántúli tájakon is, most már inkább a labilisabb zóna egyébként áthelyeződött az ország keleti részére. A repülőgépek pilótái és utasai nem örültek a kialakult légköri helyzetnek. Egy Bakuból érkező teherszállító óriásgépnek kétszer is át kellett startolnia, mire sikerült leszállnia. Az Indóház online értesülése szerint más járatoknak is meg kellett szakítani a leszállást a szélnyírás jelensége miatt. Budapestre este 9 óra körül érkezett meg a vihar, eső és villámlás kíséretében. Itt a 20. kerületben éppen a letört fákat vágják. A ledőlő faágak több autóban is kárt okoztak. A katasztrófa védőket országszerte mintegy 60 esethez riasztották. Heves villámlás Széchenyben és árvízszerű áradás Balassagyarmaton. A hirtelen leesett csapadék miatt a lezúduló víz elárasztotta a főutcát. Az autók 40-50 centis vízben próbáltak előre jutni. De mit várhatunk a következő napoktól? Milyen idő lesz a hosszú hétvégén? Ez a pünkös most nem lesz a legoptimálisabb a szabadtéri programokhoz. Igaz, hogy már hétfőn valamelyest csökken a csapadéknak a valószínűsége. Területileg kevesebb, kisebb területet fog érinteni, de hát még így is több helyen lehet az országban zápor és zivatar is. Majd a hét második fele ígérkezik, a jövő hét második fele szárazabbnak. A hétvégén nem lesz nagyon meleg, de nagyon hideg sem. 18-23 fok között alakul a maximum. Minden esetre az esernyőt vagy esőkabátot érdemes bekészíteni, hiszen csütörtökre is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Baranya, Nógrád, Tolna és Pest megyében, valamint Budapesten. Heves zivatarok és felhőszakadás várható, és a jégeső sem kizárt. Mutatjuk a végeredményt. Az